Köszöntöm a nézőket! A 81-es főút négysávos áttétele is része az M81-es gyorsforgalmi út megvalósításának. A köztérben ezzel foglalkozunk, tartsanak velünk! Történelmi jelentőségű projekt lesz az M81-es gyorsforgalmi út megépítése. A kormány célja a főváros központú közlekedés oldása, a helyi életminőség javítása, mondta el Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a székesfehérvári sajtótájékoztatón. Egy történelmi jelentőségű, ha nem is történelmi, inkább közlekedéspolitikai, de mégiscsak történelmi jelentőségű projekt lesz az M81-es, amiről tavaly áprilisban döntött a kormány, hogy kezdjük el. Ha kezdjük el egy közlekedésépítési beruházásnál, egy hosszú folyamat, hiszen először meg kell vizsgálni, milyen lehetséges nyomvonalak vannak ott, milyen környezeti hatásokkal kell számolni, lehet egyáltalán oda közlekedési objektumot építeni. Ha minden rendben van, akkor megvan a környezetvédelmi hatástanulmány, környezetvédelmi engedély, nyomvonal kiválasztás történik, utána lehet az építési engedélyeket elkészíteni, építési engedélyt kérni és remélhetőleg kapni, utána kiviteli terveket készíteni, és a kiviteli terv birtokában lehet a kivitelezőt kiválasztani, aki megépíti a beruházást. Ez természetesen egy hosszú folyamat. Régen ez általában 10 év is volt, ma már sikerült ezt 6 körül leszorítani ennél, és hát nyilván minden projektnél, hiszen minden projekt fontos a kormány számára, amiről dönt. Igyekszünk ezeket a fázisokat rövidíteni, érdemben úgy lehet, hogyha összevonunk, de lehet valakitől kérni, hogy készítse együtt az engedélyezés és a kivitelezési tervet, vagy hogy a kivitelező készítse például a kiviteli tervet és az alapján a beruházást. Még mielőtt itt az M8-asról mondanék gondolatokat, szeretném önöket tájékoztatni a kormány közlekedés politikájáról a gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatban, hiszen csak ebben a környezetben érthető meg igazán az M81-es jelentősége. Természetesen nagyon fontos a helyieknek a helyieknek is a projekt értéke, hiszen Székesfehérvár számára is fontos lesz, de ez fontos lesz elnézést a jelenlegi 81-es mellett élőknek, tehát fontos a tranzitforgalomnak, akik nyugatról délre, illetve vissza irányba közlekednek. A kormány folyamatos korszerűsítésekkel, bővítésekkel közelíti a közlekedési hálózatok minőségét a társadalmi elvárásokhoz, a gazdasági szereplők igényeihez. Azon dolgozunk, köszönöm szépen, hogy a hazai közutak is a nemzetközi hálózatba kapcsolódó európai hozzáférést biztosítsanak a közlekedőknek az ország minden részében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapvető szándéka a közlekedésfejlesztési beruházásokkal, hogy segítsenek megalapozni az érintett térségek, települések gazdasági fejlődését, érdemben javítsák a helyi életminőséget. A közúti közlekedés fejlesztési terveket a 2016-ban elindított, jelenleg összesen 3200 milliárd forintos keretösszegű útprogram rögzíti. E hatalmas forrásmennyiség nagyobbik felét képesek vagyunk a magyar költségvetés terhére fedezni, több mint 55%-ot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt közlekedéspolitikai törekvése a még csak kétsávos főutakon elérhető megyei jogú városok bekötését a gyorsforgalmi hálózatba négysávos utakkal. Az útprogram elindításának idején 4 éve 14 megyei jogú város volt elérhető négysávos úton. 2020 nyarára Eger, Salgótarján, Szombathely és Veszprém bekötésével már 18-ra növeltük ezt a számot. Az újabb csatlakozó is meg lesz néhány hónapon belül, amikor az M85-ös ez év végén Csornától Sopronig tartó szakasza is megépül. A kivitelezés az összes fennmaradó irányba, azaz Békéscsaba, Kaposvár, Szolnok és Zalaegerszeg felé folyamatban van. A nyáron elkészült a Szolnok bekötését megteremtő M4-es teljes Pest megyei szakasza, még idén átadjuk Zalaegerszeg felé vezető M76-os két szakaszát is. Minden józan számítás szerint 2025-ben elmondhatjuk majd, hogy Magyarország 23 megyei jogú városa kivétel nélkül elérhetővé vált négysávos úton. Az útprogram első évtizedében így 9 vidéki nagyváros, 9 megyeszékhely, több mint 530 ezer lakójának közlekedési helyzete javult ugrásszerűen. Jól halad a másik stratégiai célkitűzés, az autópályák, autóutak, országhatárokig vezetésének megvalósítása is.
Itt érdemes a szomszédos országok kapcsolódó beruházásaihoz igazodó ütemben időzíteni a fejlesztéseket. Legközelebb, pár héten belül, az M4-es autópálya nagykereki országhatárig tartó szakaszát adjuk át, Berettyóújfalu és Nagykereki közt 29 km. Ezzel a magyarországi oldalon létrejön a Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi összeköttetés, illetve mivel Debrecenig már el lehet jutni az M3-as, M35-ös autópályákon, tulajdonképpen a Budapest-Nagyvárad autópálya összeköttetés is létrejön. Az évtized közepére Magyarország gyorsforgalmi törzshálózata megközelíti a végleges kiépítési szintjét. A folyamatban és előkészületben lévő fejlesztésekkel nagyot lépünk előre annak az ágazati stratégiai célnak a valóra váltása irányába, hogy az ország bármely településéről 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos út. Az útprogram indításának idején 2016-ban ez az elvárás a települések fele, a lakosok közel 3/4 esetében teljesült. Az idei év végére a települések kétharmadán érő 8,4 millió ember, a teljes népesség 86%-a jut majd el legfeljebb fél óra alatt a gyorsforgalmi vagy kiemelt főúti hálózatig. 2025-re a hazai települések 3/4-ére 10-ből 9 magyar emberre lesz igaz, hogy 30 perces közelségben van egy négysávos úthoz. Mivel a közlekedésfejlesztési beruházások előkészítésének időigénye években mérhető, ezt említettem már, már most el kell kezdenünk gondolkodni, ahogyan továbbolni. Magyarország közlekedési hálózatai történelmi okokból Budapest központú sugaras elrendezést mutatnak, mind a közút, mind a vasút. A fővárosból induló autópályák az országhatárokhoz közelítve egyre nagyobb távolságra nyílnak szét. A kiegészítő gyorsforgalmi hálózat kiépítése folyamatban van, az M25-ös, M35-ös, M86-os autóutak elkészültek, az M30-as, M85-ös jelenleg is épül, az M86-os tovább folytatása pedig tervezett. A vidéki nagyvárosok kiemelt gazdasági térségek közötti gyorsabb és kényelmesebb eljutás érdekében rá kell fordulnunk a gyűrű irányú elemek kiépítésének előkészítésére. E célt szolgálja az M81-es gyorsforgalmi út fejlesztése is, amely az új Komáromi Dunahídtól az M1-es és az M7-es érintésével teremt négysávos kapcsolatot a szintén előkészületben tervezés alatt álló M8-as autóútig. Az M8-as autóútnak ez a szakasza az M7-es autópálya és a 710-es számú főút csomópontjától fog Sárbogárd Dunaújvároson keresztül. Dunaújvárosnál ugye a M6-ossal már most megvan a csatlakozás, illetve kész van a Pentele híd is, és utána pedig Kecskemétig fog tartani. Egészen pontosan az M5-ös és az M44-es autópályának a csomópontjaig, mely M44-esen majd tovább lehet menni Békés Csaba felé. A tervezett út a meglévő főúti összeköttetés felhasználásával, bővítésével köti össze majd a három gyorsforgalmi utat. A tervezési szerződéseket a tanulmányterv és környezeti hatásvizsgálat dokumentáció elkészítésére a Komárom-Székesfehérvár és a Székesfehérvár-Sárbogár szakaszra is aláírták idén májusban. Ezt a LIBZRT bonyolítja ezt a projektet. A tervezési feladat közel 120 km hosszúságú útszakasz négysávosítása, az érintett települések elkerülésével, az M7-es autópályán új csomópont létesítésével. Az 1,1 milliárd forint költségű előkészítés várhatóan 2022 első felében érhet el a jogerős környezetvédelmi engedély megszerzéséig. Itt tudni kell, hogy egy környezetvédelmi engedély megszerzése az több, mint egy év, hiszen egy teljes vegetációs ciklust, ami egy év, azt magába kell ölelni a környezetvédelmi tanulmánynak, tehát legalább egy év plusz a kiegészítő vizsgátok, tehát ez az a folyamat például, amit gyorsítani nem lehet. Az új összeköttetés a Monostori hídtól indulva az M1 érintésével a 13-as és 81-es főutak négysávosításával vezetne az M7-esig, amelyen egy új autópálya csomópont létesül. A folytatásban a 63-as főút bővítése a terv Sárbogárdig, a tanulmánytervek vizsgálják a meglévő út négy nyomsávosítása, illetve elkerülő útszakaszok mellett az új önálló nyomvonalon történő építkezés lehetőségét is. Ha marad a főúti négysávosítás, a települések elkerülése akkor is mindenhol megvalósul.
A Sárbogárdi végpont az M8-as gyorsforgalmi út előkészületben lévő, a Balatonmerről Dunaújvároson és Kecskeméten át a Délalföldig vezető szakaszánál található. Az összesen 100 kilométernyi fejlesztés a Dunaújvárosi Pentele hídon át a fővárost elkerülve köti majd össze a nyugati és keleti ország részeket. A tavaly nyáron megkötött tervezői szerződések alapján jelenleg a megvalósíthatósági tanulmányok és tanulmánytervek készülnek. A hazai és nemzetközi tranzitforgalom számára az M8-as, M81-es egy újabb, gyorsabb eljutási lehetőséget biztosíthat, amely tehermentesítheti Budapest vonzás körzetének túlzsúfolt stráda szakaszait. A hosszabb távú terv az, hogy az M8-as, az M7-es, M6-os, M5-ös autópályák összekapcsolása után egészen az M3-as autópályáig folytatódhatna, az Egerhez vezető nyáron átadott M25-ösnél érve el a strádát, illetve, mint említettem, az M44-esen Kunszentmárton-Szarvas-Békéscsaba útirányon át Gyuláig. Egy távolabbi gyűrű irányú elem pedig a Sopronból indulva haladhatna Szombathelyen, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Kaposváron, Pécsen, Mohácson, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenen át Nyíregyházaig. A kapcsolat feladata azonban már nem Budapest tehermentesítése, hanem a főváros központú hálózat oldása és a vidéki megyeszékhelyek összekötése lenne. A biztonságos, gyors és kényelmes elérés a sikeres gazdaságfejlesztés alapja, a helyi életminőséget jelentős részben meghatározó tényező. A magyar vállalkozások gyarapodásához, a magyar emberek boldogulásához nélkülözhetetlenek a jó minőségű közúti közlekedési kapcsolatok. A kormány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium a helyi igényekhez igazodva arra törekszik, hogy egyre többek számára hozza karnyújtásnyi közelségbe a magas szolgáltatási színvonalú gyorsforgalmi hálózatot. Itt egy A3-as ábrán egyébként elhoztam ezeket a tervezett gyorsforgalmi összeköttetéseket, a gyűrűirányú összeköttetéseket. Ez az M0-as, az M0-asnak ugye még hiányzik két szakasz, de az M0-ast is előbb-utóbb valamilyen nyomvonalon, tehát még ez nem, nincs kiválasztva, be kell fejezni. Az M81-es pedig itt Komáromnál, a most rövidesen átadásra kerülő Monostori-Dunahídnál kezdődik, és az M1-es autópálya keresztezése Kisbér, Mór, Székesfehérvár, Sárbogárd érintésével kapcsolódik majd az M8-asba. Az M8-assal lehet Kecskemétig az M5-ösig eljutni. Itt, mint említettem, az M44-es építése már folyamatban van, és hosszú távlatokban ez az M3-astól az M25-ösön keresztül köthetne össze megyeszékhelyeket, fontosabb ipari településeket. Ez pedig az a külső gyűrű, melynek már vannak olyan elemei, amik már megvalósultak, vannak olyan elemei, amelyek jelenleg építés alatt állnak, mint például az M76-os. De hosszabb távon ez az, ami megyeszékhelyeket, megyei jogú városokat, fontosabb ipari településeket köt majd össze, nem utolsó sorban természetesen a tranzitforgalom számára is jó, hiszen elkerülik egyrészt a fővárost, másrészt olyan gyors, biztonságos, csekély balesetveszélyű eljutást biztosítani, amit természetesen mindenkinek az igénye. Az M81-es lesz az első igazi gyűrűirányú összeköttetés, amely autópályákat, autóutakat, gyorsforgalmi utakat, megyei jogú városokat, megyeszékhelyeket köt össze. Aki használja az Osan körforgalmat, aki használja az Újcsóri útnál a körforgalmat, és aki használja a 81-est, vagy éppen a 13-ast, az pontosan tudja, hogy ez egy nélkülözhetetlen fejlesztés ahhoz, hogy ez a régió tovább tudjon fejlődni, nélkülözhetetlen fejlesztés környezetvédelmi szempontból is, és hát természetesen biztonsági közlekedés biztonsági szempontból is. Nagyon fontos, hogy most már nem csak elvekről beszélgetünk, hanem konkrét lépésekről, cselekvésről. Ugye a kormány döntése nyomán megrendelésre került és elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, ez szerint megvalósítható ez a fejlesztés, és most egy következő lépésről is már döntött a kormány, sőt a tervező kiválasztásával már a tervező munka kezdődött el. Ez részben a tanulmányterv, ami már az engedélyes tervet gyakorlatilag megalapozza, illetve a környezetvédelmi hatástanulmány tud elkészülni. Ez egy több mint 1 milliárd forintos előkészítő munka. A kormány a döntést meghozta, a forrás biztosította, a NIF kiválasztotta a tervezőt, a tervezők elkezdtek dolgozni, és tudjuk, hogy 2022 második negyedévére el is fognak készülni ezzel a tervvel, ami mindegy 120 km közúthálózatot érint. Székesfehérvár számára kiemelten fontos, hogy a negyedik stráda lejárót is megnyitja, ami
amiről még néhány éve is úgy gondoltuk, hogy persze ez nagyon jó lenne, de hát majd a 2030-as évek. Ezek most már így azt gondolom, abszolút reálisak a 2020-as évek talán közepére, és ez nagyon sok egyéb problémát is meg tudna oldani. Mindahogy nagyon köszönöm államtitkár úrnak, hogy itt most beszélt arról is, hogy egy-két éven belül pedig már az Osan körforgalom turbósítása az múlt időben lesz helyezhető. Az M81-es a komáromi monostori hídtól kezdődik, az M1-es Kisbérmór érintésével Székesfehérvár téri el, az M7-est keresztezve Sárbogárdig tart majd. Ott csatlakozik a jelenleg is tervezés alatt álló M8-as gyorsforgalmi útba. Engedjék meg, hogy hadd nézzek erre a térképre, amit most látunk, illetve nézhetnénk azt a térképet is, amit államtitkár úr mutatott nekünk egy szűkebb látószögű lencsével, és hadd lássam meg benne a Székesfehérvár negyedik autópálya lehajtóját, amely ugye mindannyian tudjuk és ismerjük a 63-as úti csomópont, az általunk csak Osan körforgalmaknak nevezett körforgalmak által okozott torlódást, amely egészen az M7-es leállósávjában hosszan visszanyúlik Budapest felé, és okoz balesetveszélyt. Sokat dolgoztunk azon államtitkár úrral és polgármester úrral azon, hogy az Osan körforgalmat bővítsük, és lehetővé tegyük, hogy gyorsabban és hatékonyabban engedje át az autókat, de azt gondolom, hogy a végső és jó megoldást a negyedik autópálya lehajtó fogja jelenteni városunknak, ami lehetővé teszi, hogy mindazok, akik nem szeretnének az ipari parkba érkezni az Osan körforgalomban, az Osan bevásárlóközpontban, hanem céljuk az M1-es, vagy a 8-as út elérése, vagy akár valamelyik köztes település elérése, akár egészen Észak-Szlovákia felé szeretnének haladni, balesetveszély nélkül tudjanak egy négysávos úton eljutni. Kicsit tágabbra vesszük a látószöget, akkor látjuk azt is, hogy elkerüli az út, elkanyarodik Iszka-Szentgyörgy és Moha irányában, és a Móri út, a Mórról érkező út balesetveszélyes szakaszát ki fogja kerülni. Ennek is örülnünk kell, hiszen megszűnik egy balesetveszély, amit államtitkár úr említett, hogy a célunk az is, hogy balesetmentesen és balesetveszély nélküli utakat építsünk. Ez szintén jó nekünk székesfehérváriaknak, mert aki nem szeretne Fehérvárra érkezni, hanem Fehérvárt szeretné elkerülni, bár mindenkit szívesen látunk, akár egy kávéra is, megteheti ezt anélkül, hogy bejönne a városba, és ott nehezen jutna át. És ugye egészen tágra vesszük a látószögünket, és látjuk az M8-as nyomvonalát a 710-es úttól egészen Kecskemétig, ellátunk képzeletben. Látjuk a 63-as út négysávos szakaszát, akkor azt gondolom, hogy Székesfehérváriként szintén hatalmasat léphetünk előre, hiszen ez a város nem csak egyszerűen egy 100 000-es város, hanem egy nagyon komoly térség és egy nagyon komoly régió központja, egy térség és egy régió szervező erő, mind kulturális, mind gazdasági, mind adminisztratív közigazgatási vonatkozásban, és ez azt gondolom, hogy ezt a régió központi, régió vezető szerepet is erősíteni fogja, és mindenki, aki innét az M1-es felé, innét az M5-ös, M6-os felé szeretne menni, meg fogja találni azt a balesetmentes, balesetveszély nélküli utat, amelyet szeretne, és tovább erősödhet a mi városunk szerepe a jövőben. Tudjuk, hogy sokat kell várni, tudjuk, hogy hosszú az idő, de ígérjük, hogy türelemmel meg fogjuk várni, míg ezek az utak megépülnek. Az M81-es gyorsforgalmi utat indokolja két megye, Fejér és Komárom-Esztergom megye gazdasági teljesítménye is. Van két gazdasági térség,
ami ráadásul egy gazdaságfejlesztési övezet, hiszen Komárom-Esztergom megye és Fejér megye az egy gazdasági fejlesztési övezet, nem csak az uniós, hanem a gazdasági fejlesztési zóna besorolások szerint is. Ez a térség kapjon valami támogatást. Két olyan megyéről beszélünk egyébként, Komárom-Esztergom és Fejér megye és Székesfehérvár esetében, amely megyék gazdasági teljesítménye és amely megyéknek a központi költségvetésbe juttatott visszatérítése az ipari tevékenység, a gazdasági tevékenység okán messze az első három, első négy helyen szerepel. Nyilván ezek a teljesítmények nem működhetnének a polgármesterek helyi gazdaságfejlesztési tevékenysége nélkül. Ugyanakkor mi a térséget nap mint nap járva azt tapasztaljuk, hogy ez a nagyon határozott és nagyon progresszív fejlődés, ami az elmúlt esztendőkben, de mondjuk ki bátran az elmúlt 10 évben mind Székesfehérvár, mind Komárom és térsége esetében megerősödött, gondoljunk csak a hihetetlen erősen fejlődő komáromi ipari parkra, vagy gondoljunk csak Székesfehérvár ipari övezeteire, amelyek nem csak stabilitást, hanem jövőképet, egzisztenciát biztosítanak az itt élőknek és a térségben élőknek, olyan mértékig erősítették meg a térség gazdaságát, hogy az ezt kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése vagy fejlesztési koncepciója gyakorlatilag elodázhatatlan, hiszen az itt élők, és különösen a Komárom, Mór, Székesfehérvár tengelyen élők, ahol a 13-as, 81-es út szeli keresztül a két megyét, gyakorlatilag élhetetlenné teszi a tranzitforgalom, teheráruforgalom az itt ezeken a településen élőknek a mindennapjait. Tehát egyrészt ennek a gazdaság fejlesztése és a vidéki élet mindennapi nyugalmának a megőrzése, ez egy kellő egyensúlyba kell, hogy legyen, és azt is reméljük, hogy a tervezés során országgyűlési képviselőként erre is kapunk megnyugtató válaszokat, hiszen itt működő ipari területek vannak, működő gazdasági tranzitvonalak vannak, működő mezőgazdaság van a 81-es út két oldalán, nem csak Komárom-Esztergom megyében, hanem Fejér megyében is, tehát sok olyan apró probléma van, aminek megoldása kell, hogy legyen, és amelyek megoldásával élhetővé és működővé lehet tenni ugyanúgy a térséget, mint ahogy eddig, csak a ránk érkező ipari fejlesztés egyre inkább nehezíti a mindennapjainkat. Azt gondolom, hogy komplexitásában ezért fontos ez a fejlesztés. Természetesen az M8-as való bekötés és az M44-essel való összeköttetés az egy országos közlekedési infrastruktúra fejlesztési stratégia, amit szintén tudunk az országnak ebből a szegletéből üdvözölni, hiszen pontosan ismerjük az ország Budapest központú sugaras közlekedési infrastruktúráját, ami Trianon utáni közlekedés hálózatát, ami jelentősen nehezíti az iparfejlesztést, a gazdasági infrastruktúra fejlesztéseket és egyébként a térségek társadalmi összekapcsolásának lehetőségét is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a komplexitásban valóban nagy előrelépés, hogy hosszú idő óta, ebben az elmúlt 10 esztendőben történt ennek a fejlesztésnek a tervezése során olyan érdemi előrelépés, amiben bizakodóak és reménységgel vagyunk annak érdekében, hogy a terveket látván megérhetjük még az M81-es útnak az átadását, és örvendhetünk annak, hogy Komárom és Székesfehérvár összekapcsolódik. Az M81-es megépítésének része a 81-es főút négysávos átétele is, amelynek nagy szerepe lehet a balesetek számának csökkentésében. Körülbelül 10 éve, amikor a különböző klaszterek összeültek és tárgyalták az ipari park fejlesztéseket, akkor vetődött fel először a Győr, Komárom, Székesfehérvár, Dunaujváros, Kecskemét ipari tengelynek a létrehozása, amely a versenyképesség szempontjából is fontos, hogy egy olyan úthálózattal bírjon, hogy a beszállítók is a rendkívüli teherforgalommal el tudják egymást érni. Ne felejtsük el, hogy én csak Mórai ipari parkból is tudok, van, aki 10 éves szerződéssel bír a Mercedes gyár fele, de ugyanígy vannak az Audi fele beszállítók is Székesfehérvár, a Dunaujvárosból és az Alföldről is. Tehát mindenképpen szükségessé teszi már csak ezért is ennek a nyomvonalnak a bővítését. Másrészt megépült a Komáromi hídnál, képviselőasszony jelezte, onnan az Unióból is komoly teherforgalom fog lezúdulni. Azt tudjuk jól mindnyájan, hogy a Budapest körgyűrű az nem mindig dugómentes, így a teherforgalomban résztvevők nem egyszer 6 órát
várakoznak a körgyűrűbe, a dugóba, így mindenképpen jó néhányuk azt a kerülőutat választja már most is, hogy inkább a 13-as, 81-es és a kétszámjegyű utakat választa, mert mivel mindkét helyen a sebesség 90 km/h a kamionnál, így körülbelül 6 órát megspórolnak azzal, hogyha nem a dugóban állnak, hanem valóban tevékenyen részt vesznek a forgalomban és eljutnak az úti célhoz. Rátérve a saját választókerületemre, azt kell, hogy mondjam, számomra rendkívül fontos. Fontos volt mindig is konkrétan a 81-esnek a fejlesztése, már csak azért is, mert a 29 településből a 23-24-et érint. Ráadásul Székesfehérvár, Fehér megye fővárosa, ugye ide vezetnek, itt vannak az oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények, szinte minden településemről napi kapcsolatban vannak Székesfehérvárral, és hát egy balesetveszélyes úton megközelíteni Székesfehérvárt azért nem egyszerű dolog. Tudom, nagyon sok a halálos baleset, és ha egy olyan teherforgalommal terhelt útról van szó, ami bizony, akár a gyermekeket nézzük, akkor is felelősséggel azt kell, hogy állítsam, hogy a 24. órájában vagyunk, hogy ez az útfejlesztés megvalósuljon. Én arra szeretném kérni a kormányzatot, és ehhez mint képviselők természetesen minden támogatást megadunk, hogy amennyire lehet, gyorsítsuk ezt fel, és azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban pont a ciklus felénél vagyunk, tehát még csak azt sem mondhatják, hogy most kampányfogás, ha úgy tetszik, hanem valóban egy érdemi munka kezdődik, és vélhetően, ha 2022 májusában ez a munka elkészül, utána az engedélyes és kiviteli tervekkel valóban, ha úgy tetszik, alapkőletételhez jutunk, és bízom benne, hogy akkor ugyanígy találkozni fogunk, és már a megvalósítás szakaszába léphetünk. Most a környezetvédelmi engedélyek megszerzése, nyomvonal változatok vizsgálata, környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése történik, utána lehet majd építési terveket készíteni, engedélyt szerezni és megtalálni a kivitelezőt. Mosolci László államtitkár azt is elmondta, az Osan körforgalom 2x2-sávos turbó körforgalommal alakításának terve is folyamatban van, 1-2 éven belül elindulhat annak kivitelezése is. Kedves nézőink, az elmúlt mintegy fél órában az M81-es gyorsforgalmi úttal foglalkoztunk, a terveket ismerhették meg részletesen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!